Egyszerűsítés. Könnyebb lesz a gépjárművek átiratása, az intézkedés fellendítheti a használt autók piacát. Kokolyzagond. Nagy a kereslet nyugaton a fekete elfonyára. A rossz időjárás mellett illegális begyűjtők tizedelik a termést. Kastélymentés. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az erdélyi épített örökség megóvása és fenntartása. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Az RMDS jelöltállítási szabályzatának megreformálását szeretné Kovács Péter, a szövetség ügyvezető elnöke. A politikus a zetevárajai EU táborban beszélt az elképzeléséről. Az RMDS jelöltjeinek állítása jelenleg teljes egészében a megyei szervezetekre van bízva, mondta Kovács Péter. Ennek azonban a hátulütője, hogy a szórványban élő legjobb szakpolitikusoknak semmi esélyük, hogy bejutó helyen listára kerüljenek. Az ügyvezető elnök szerint emellett más hátrányok is vannak. Csökken az esélye annak, hogy a fiatalok vagy akár a nők is tisztséget nyerjenek. Ezt mondtam én el, hogy ezen kéne módosítani. Most nem, tehát erre vonatkozóan RMDS alapszabályzat módosításra is van szükség, de komolyan el kell gondolkozzunk azon, hogy teszem fel egy szélsőséges példával élve, Bethlen Gábor Enyedről nem tudna bejutni a parlamentbe, mert nagyon kicsi az esély annak, hogy Fehér megyében magyar képviselőnk legyen. Az RMDS-t több bírálat érte már, hogy alacsony a női politikusok aránya, amiért pedig azt szeretné, ha több fiatal kapna lehetőséget. 4 év után ismét van magyar helyhatósági vezető Szász Régen polgármesteri hivatalában. Miután az RMDS és a Szociáldemokrata Párt helyi szervezetei kiegyeztek, Márk Endrét választották meg a város egyik alpolgármesterének. 4 évvel korábban Nagy Andrást a szociáldemokrata Maria Prékop váltotta Szász Régen polgármesteri székében. Ezt követően rendkívül hűvös volt a viszony a két alakulat között a városban. A mostani megállapodás ennek a korszaknak kíván véget vetni. Szász Régenben a magyar lakosok részaránya nem éri el az 1/3-ot. Egyszerűsödött a gépjárművek átiratásának procedúrája. Ez még jobban fel fogja lendíteni a használt autók piacát, vélik a szakemberek. A bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítások nyomán a gépjárművek átiratása is jelentős mértékben leegyszerűsödött. Nincs már szükség ugyanis a hitelességi tanúsítványra a román gépjármű nyilvántartási hivataltól. Demeter Zsolt szerint az intézkedés pozitívan fog hatni a használt autók piacára. Nagyon jó dolog, hiszen megkönnyíti az embereknek az eladást, meg a vásárlást, főleg a beivatott autóknál. Az átiratási procedúra csökkentését a vásárlók is örömmel fogadták. Most vásároltunk az unokámnak egy kocsit, és ez, hogy nem kell ez a hitelesítési bizonyítvány, ez nagyon sokat könnyít a dolgunkon meg. Ha nem is sok mindenen, de már az is egy kicsi könnyebbség. A vezetői jogosítvány és gépnyármű nyilvántartó közszolgálat vezetősége azonban felhívja a figyelmet arra, hogy ez ösztönzőleg hathat a bűnözőkre, ezért elővigyázatosságra intik a vásárlókat akkor, amikor másodkézből vásárolnak gépkocsit. Bujovszki Lóránt biztosítási szakértő szerint bár a gépkocsi klónozása már néhány bűnszervezetben bevált gyakorlat, a hitelességi tanúsítvány nélkül is ki lehet szúrni a bűnözőket. Kölcsönösen a biztonsági szervek értesítik egymást minden gyanús esetről, minden konkrét esetről. És van egy fekete lista, tehát abban a pillanatban, amikor egy alászám megjelenik a rendőrségen bejegyzés címen, és az rajta van a fekete listán, akkor egész biztos, hogy különleges esetben elküldik erre a minősítésre. Tehát felkészül erre a rendszer, nem lesz ettől több lopott autó. Romániában egyébként 2016 első negyedévében közel 65 ezer gépjárművet irattak át. Ez csak nem 20%-kal több az előző év hasonló időszakához képest. Nem sikerült kiegyeznie az egészségügyi szakszervezeteknek a szaktárcával az orvosok által kért bérpótlékokról. A felek annyiban megállapodtak, hogy a plusz ügyeletekért cserébe több szabadságot kapnak az orvosok. Pénzzel azonban nem honorálják ezeket. Az orvosok azzal fenyegetőztek, hogy nem írják alá az új egyéni munkaszerződéseket, amelyeket augusztus 1-jéig kellene megkötni, amennyiben ezután sem fizetik ki a túlórákat. Egy Európai Uniós irányelv értelmében legfeljebb 24 órát dolgozhatnak az orvosok megszakítás nélkül. Ehhez képest a hazai orvosok 3/4 átlagban 33 órás ügyeletet lát el, és ráadásul a túlórákért nem kapnak pótlékot. Az egészségügyi minisztérium arra hivatkozik, hogy nincs keret a pótlékok kifizetésére.
A székelyföldi gépkocsi vezetők fegyelmezettebbek, mint a fővárosi sofőrök. Ez derül ki legalábbis abból a felmérésből, amit a biztosító társaságok adatai alapján állítottak össze. A koccanások, kisebb balesetek szinte mindennaposak a nagyobb városokban. Az Országos Pénzügyi Felügyelet adatai szerint a bukaresti rendszámtáblájú magánszemélyek birtokolta autók 6,78%-át rendszeresen összetörik. Ez az arány Hargita megyében 2,84, Kovászna megyében 3,15%. Keresztes Ernő gépjárművezető oktató tapasztalata szerint is sokkal lobbanékonyabbak a fővárosi sofőrök. Bukarestben sokkal nagyobb a forgalom, sokan agresszíven vezetnek, nem várják meg a zöld jelzést a villanyrendőnek, képesek áthajtani a piroson, sok baleset keletkezik, türelmetlenek, agresszívek. A felmérés végkövetkeztetésével az erdélyi taxisofőrök is egyetértenek. Szerintük a kisvárosokban kiegyensúlyozottabb a forgalom. Mi viszonylag nyugodtan vezetünk, betartjuk a sebességkorlátokat, de úgy hallom, a fővárosban nagy a káosz, másként vezetnek. Van azonban, aki úgy véli, nem lehet általánosítani. Székelyföldön is akadnak szép számmal olyanok, akik nem tartják be a szabályokat. Telefon vezetés közben nem jeleznek az emberek. Én ezt veszem észre. Nem előzékenyek, idegesek, minden napi dolog. A pénzügyi felügyeleti hatóság a kötelező gépjármű biztosítások alapján történő kárrendezések gyakorisága és összege alapján készítette el az országos statisztikát a 2013 és 2015 között beérkező adatokra hagyatkozva. Őrizetbe vették a Román Nemzeti Bank kormányzó helyettesét Bogdán Oltjánút korrupcióvádjával. A Dénél szerint Oltjánú, aki abban az időszakban a képviselőház elnöke volt, csúszópénzt fogadott el Torino Video Ventu üzletembertől, hogy Liviu Mihályú kinevezését támogassa a Dunadelta kormányzói posztjára. Az ügyben egy másik, meg nem nevezett politikus is érintett. A bukaresti média tudni véli, hogy Kalimpo Pészkutori Csánúról van szó. Oltjánú ügyvédje bejelentette, hogy Védence hétfőn lemond a tisztségéről. Nagy a kereslet a fekete áfonyára, a rossz időjárás miatt azonban idén gyenge a termés. Ez nem csak az útszéli árusok számára jelent veszteséget, a közbirtokosságok is megérzik a termés kiesést. Gyors fagyasztják az áfonyát az Etelaki közbirtokosság tulajdonában lévő gyümölcsbegyűjtő és feldolgozó vállalatnál. A közbirtokossághoz tartozó 20 000 hektáros területről gyűjtenek és vásárolnak fel fekete áfonyát, málnát, szedret, gombákat. Bodrogi György menedzser azt mondja, különösen az áfonyára lenne kereslet, de működésük kezdete óta nem volt az idejéhez hasonlóan gyenge évük. 35 tonnára lett volna a szerződésünk, és jó lesz, ha az 5 tonnát tudjuk teljesíteni. A tavasszal egy jégeső, pontosan a virágzás alatt nagyon befolyásolta az idéni termést, és azon kívül nagy a kereslet most az áfonyára. Ugye egy 20 000 hektáros terület az nem egy bekerített terület, úgyhogy bizony elvisznek belőle rendesen másfelé is, úgyhogy nem igazán tudjuk leellenőrizni teljesen a területet. A közbirtokosság kifizetni a környékbeli lakosoknak a munkadíjat, ha a begyűjtött gyümölcsöt bevinnék hozzájuk, ők azonban inkább az útszélén árulják azt. A Parajdi Dávid Margit arra panaszkodik, előző években váltottak engedélyt, ha szükség volt rá. Most azonban nem világosítják fel őket, csak megtiltják a gyümölcs leszedését. Nem engedik leszedni, még azt a pár szemet sem, ami maradt, pedig évek óta ebből élünk. Hát nem tudom, 40 éve, hogy tudom, hogy mind csak ebből élünk, de nem engedik most. Máma is a rendőrök. Erdészek mindenki elkergettek, mondom, fentről elkerült a tegnap is. Se azt nem mondják, hogy engedély kéne kiváltni, se, hát sajnos ez van. Elmondása szerint neki könnyebb lenne beadni valahová a leszedett gyümölcsöt, Parajd környékén azonban erre nincs lehetőség. Az erdő tulajdonosok szerint azonban egy mentalitásváltásra van szükség. Az emberekben tudatosodnia kell, hogy az erdőben leszedett gyümölcs magántulajdonban van, így azt nem, legfeljebb a munkadíjat tudják kifizetni. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az erdélyi épített örökség megóvása és fenntartása. A kolozsvári PONT csoport nemrégiben elindította a Kastély Erdélyben projektet, azzal a céllal, hogy felmérjék a kastélyok helyzetét és fejlesztési stratégiákat dolgozzanak ki.
Kéthetes kutatás és stratégia építés eredményeit mutatják be a Marosvásárhelyi várban. A diákok azon dolgoztak, hogyan lehetne életet vinni a gernyeszegi kastélyba, milyen funkciókat lehetne adni az egyes épületrészeknek. Fontos lenne a teljes épület restaurálása, melyhez Európai Uniós források bevonására lenne szükség. A kastélyt azonban azután is fenn kell tartani valamiből. Én azt szeretném, hogy olyan aktivitások legyenek ebben a kastélyban, amik életben tudják tartani ezt a kastélyt. Számunkra, és mondom a családom számára, ez a legfontosabb célkitűzés. Mi tudjuk, nem akarunk benne lakni, nem lehet ezt visszacsinálni, ez a történelem. Tehát mi úgy szeretnénk, hogy megtaláljuk azt, hogy ez a kastély tudjon élni. Hasonló stratégiák kidolgozásával foglalkozik a Kastély Erdélyben projekt is, mely a gernyeszegi program partnere is volt. Az elmúlt másfél évben 300 kastélyról próbáltak információkat és képanyagot gyűjteni, hogy megfelelő stratégiákat dolgozhassanak ki. A munka eredményeként egy honlap és több kiadvány is született. Nem volt az a szervezett forma, amin keresztül adományokat lehessen masszívan is gyűjteni. Szerintem külföldiek, belföldiek, magyarországiak egyaránt, hogyha látják, hogy mire adnák az adományt, akkor ezt hajlandók lennének megtenni, és valahogy nekünk is ez a törekvésünk lenne, hogy azáltal, hogy elkezdünk kastélyokat hálózatba szervezni, azáltal lehet, hogy ez a forrásbevonó képesség is megnövekszik. A fejlesztési stratégiák kidolgozásakor fontos, hogy a potenciális támogatók és partnerek olyan hosszú távú célkitűzéseket és üzleti logikát lássanak, amelyekbe érdemes befektetni. Éppen ezért szem előtt kell tartani azt, hogy kulturális és történelmi értékükön túl ezek a kastélyok önfenntartóvá válhatnak. A siketek és nagyothallók is tájékozódhatnak a kormány tevékenységéről a Kabinet YouTube csatornájának segítségével, ugyanis összefoglalót készítettek, amelyben jelbeszéddel tolmácsolják a kormány július 25-e és 31-e közötti tevékenységével kapcsolatos legfontosabb híreket. Ez az első alkalom, hogy a kormányhírek jelbeszéd formájában is elérhetőek, vélhetően azonban a jövőben rendszeresíteni kívánják a kezdeményezést. Személyeskedő vitába torkolt a Marosvásárhelyi önkormányzat azon terve, hogy anyagilag is támogatja a vásárhelyi forgatagot. A román-magyar megbékélést hirdető Dán Máská ugyanis nehezményezte a kezdeményezést. A rendezvény szervezői szerint akkor is lesz forgatag, ha az önkormányzat visszalép. De Máska a Szabad Emberek pártjának elnöke Facebook bejegyzésben emelt kifogást az ellen, hogy a Marosvásárhelyi Tanács 150 ezer lejjel támogassa az idei vásárhelyi forgatagot, mi több a közpénzek törvénytelen kibányászásának nevezte a kezdeményezést. A Pola elnöke híradónknak elmondta, a forgatag szervezői márciusban pályázatot nyújthattak volna be a rendezvény támogatásáért, de nem tették meg. Évek óta azért kampányoltunk, és jó magam is, mint vállalkozó számos alkalommal elmondtam, hogy igenis finanszírozni kell a kulturális rendezvényeket nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. De úgy, hogy akár 500 magyar, 300 román, 400 roma, vagy 700-100 nem kormányzati szerv is ugyanolyan versenyszabályok alapján projektekkel pályázik. Ebben az esetben a forgatag szervezői külön a projektek versenyén kívül kérnek támogatást. Portik Vilmos a forgatag főszervezője azt mondja, minden évben kérvényezték a város anyagi hozzájárulását a rendezvényhez, azonban eddig soha nem kaptak pénzt a várostól. Idén sem számítottunk nagyon nagy bizonyossággal erre a támogatásra, leginkább a helyszínek tekintetében lenne fontos, hogy azokat megkapjuk, hogy végre valóban Marosvásárhely belterein, közterületein zajlódjon a forgatag, amiben segített volna, hogy a tavaly elkezdett vegyes családok számára rendezett programokat ki tudjuk bővíteni. Ez minden bizonnyal ennek az összegnek a hiányában nem valósulhat meg, de a vásárhelyi forgatag ugyanabban a formában, sőt talán egy nappal bővülve meg fog valósulni az idei évben is. A forgatag anyagi támogatására vonatkozó tervezet végül nem került fel a városi tanácsülés napirendjére, így kérdéses, hogy az augusztus 24-én kezdődő rendezvény számíthat-e önkormányzati támogatásra. Háromszéken edzőtáboroznak a zöld-fehérek, sporttal folytatjuk a híradót. Megtartotta éves közgyűlését a gyergyószentmiklósi Progim jégkorong szakosztálya. A pénzügyi és szakmai beszámolót követően tisztújításra is sor került.
Nagyon kevés érdeklődővel zajlott le a Progim idei közgyűlése. Elhangzott, hogy az elmúlt idényben 650 ezer lejből gazdálkodtak. Ez növekedést jelentett az előző szezonhoz képest, de még mindig nincs meg az anyagi biztonság, késik a játékosok fizetése, és a többi csapat jóval nagyobb költségvetéssel rendelkezik. Polgármesteri hivatal nélkül, tanács nélkül nincs Gyergyóban, Gyergyó széken, jégkoron. Szíthatnak bennünket vidéken is, nyugodtan, akkor is azt mondom, hogy Gyergyó önkormányzat nélkül nincs jégkoron. A támogatók listája bővült, kisebb összegekkel támogatják a csapatot helyi vállalkozók, de kellene egy főszponzort találni, ez az egyik cél a következő időszakra. A vezetőség 3 éves mandátuma zárultával tisztújításra is sor került. Lényeges változás nem történt, az eddigi vezetők újabb megbízatást kaptak a közgyűléstől. A klub vezetőit Szász Márton, Csíki Zsolt és Csata Péter fogja segíteni. Elrepültek az olimpiára az első magyar sportolók. 2 úszó és 2 tornász indult el elsőként a jövő pénteken kezdődő riói olimpiára. Ők alkotják az első magyar sportolói küldöttséget. Háromszéken edzőtáborozik a Ferencváros női kézilabda csapata. A héten volt már közönségtalálkozó és felkészülési mérkőzés is, amelyen a Fradi 30-19-re győzött a brassói Korona ellen. Jó hangulatú közönség találkozó mutatkoztak be a Ferencváros női kézilabdázói a háromszéki szurkolóknak. Mint kiderült, a magyarországi együttes erőnléti edzéseket és csapatépítést tervez Sepsiszentgyörgyön. Eddig volt egy megállapodásunk egy osztrák faluval, Murauval, ahol nagyon-nagyon jó körülmények között dolgozhatunk, de ez a megállapodás megszűnt, és akkor nagyon gyorsan döntést kellett hozni a vezető kollégáimmal, hogy végül is mi legyen ez a helyszín. Egyikünk számára sem volt kérdéses, hogy most nem nyugatra indulunk, hanem keletre, és természetesen olyan helyre, ahol azért tudjuk, hogy mi jól fogjuk magunkat érezni. A játékosok meglepődtek azon, hogy Székelyföldön ilyen sok szurkolójuk van. Óriási szeretettel fogadtak minket, ami számomra nagyon meglepő. Én személy szerint nagyon keveset járok ezen a részen, és tényleg most egy kicsit közelebbről megismerhettem az itteni embereket és az ő érzéseiket, hogy ez pontosan mit is jelent. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény, én azt hiszem, hogy mindenkinek a számára, aki most itt volt a csapaton belül. A zöld-fehérek örömjátékkal, látványos megoldásokkal hálálták meg a bíztatást, és könnyedén 34-19-re legyőzték a brassói Korona csapatát. Ez volt a híradó, mutatjuk a szombati időjárás részleteit, viszontlátásra!